Különböző méretűek és fejlettségűek ezek a kalászosok a tímári kísérleti parcellákon. Az időjárás viszontagságai miatt újfajta növényekre és új feladatokra kell felkészülniük a vetőmagnemesítőknek. Leginkább a hőség és a szárazság okoz problémát a mezőgazdaságban, amire az elmúlt évek tapasztalatai alapján már egyre inkább felkészültek a gazdák. Átalakulóban az időjárásunk kevesebb csapadék hullik, magasabb hőmérsékletekre emelkednek fel nyári hónapokban, akár több 5-10 napig is, amikor már 38 fokok előfordulnak, és ezeket a növényeket, ezeknek az átvészelésére kell kikísérletezni, hogy mik azok, amik ezeket a nagy kríziseket át tudják hidalni. A mezőgazdasági ágazat kitettsége miatt a szántóföldi növénytermesztés mérete folyamatosan csökken, viszont vannak olyan növénykultúrák, amelyek már ellenállnak a megváltozott időjárás viszontagságainak, és a korábbi évekhez képest magasabb hozamot tudnak produkálni. A búza majdhogy nem kimagasló eredményeket ért el. 5 tonna per hektár fölötti országos átlaghozamról beszélünk, ugye egy csökkenő területben növekvő hozam, viszont a kukorica esetében egy közel 30%-os visszaesés volt. Ugye itt hallottuk, hogy talán 50% körüli volt ebben a térségben, ez országos átlagban 30% volt, ami az egész ágazat kibocsátását meghatározta. A rendezvényen a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy jó irányba halad a megye szakmai fejlődése, a piaci sikerek eléréséhez pedig összefogásra van szükség. Itt most azt látom, hogy az irány azért is jó, mert összefognak, összedolgoznak azok a szakemberek, akik ezen a területen dolgoznak, a legújabb szakmai ismereteket megvitatják, és így lehet akkor itt hazai piacon és a világpiacon is helytállni. Vinnai Győző azt is kiemelte, hogy a mezőgazdaság egyik legfőbb célja a jó minőségű és az egészséges élelmiszerek helyi előállítása.